Szép jó napot mindenkinek! Itt már sokat jártunk, de most a döntőben már más produkciók vannak a szomszédságban. Itt az angol vokalistáikat lehet látni. A háttérben a művésznő sétálgat. Itt pedig a svéd produkciók, az angolok. Pedig a svéd fiú Robin, köszönjük. Úgyhogy úgy néz ki, hogy Anglia, Svédország, Magyarország utánunk a dánok jönnek. Na, ciao. Egyébként mindenki elég fáradt, elég megnézni az arcokat, pedig nem is volt bulizás, de a tegnapi este azért sokat kivett mindenkiből a stressz, a feszkónó, meg az örömködés. Hangulatváltásai megviselték a pszichét napán. Ó, lemaradtam. Megérkezett a dán kislány is. Hoppá. Birodalom. A császár őrei. Birodalom visszavágból. Rémisztő alakok. Hát érezhetően kicsit punyadt a hangulat. Sokat kivett mindenkiből tegnap, belőlünk is. Úgyhogy Zoliból nem. A feladat, hogy felhúzzuk magunkat estére, hiszen ma ismét a szakmai zsűrinek kell tolni, és egy nagy felórajongó. A sajtóterem, itt a sajtóteremben éppen a svéd rádió csinál egy riportot a srácokkal. Majd utólag megtudjuk, hogy mi hangzott el, mert svédül fog menni, és Dani fog segítkezni a fordításban, ha minden igaz. Kivetítünk meg. Valami eufórikus dolog ment. Úgy tűnik szeretik Alexet itt. Ez jó. Hát igen, itt úgy tűnik, hogy örömmel fogadják Alexet. Aki teheti, fotózik vele, vagy aláírást kér. Ennyi. Ma egy biztonsági őr, pénztáros, újságíró, delegációvezető jött oda egyesével, mennyire szeretik a dalt. Noha nem értik a szövegét, de mégis valamit üzen nekik, valamit éreznek benne. Mindenesetre ez jelzés értékű számunkra. Örülünk. Ujjjjjj, van Hilias haver. Ciao, ciao. Nice to meet you. Hello, hello. És utána? Én már megtettem. Tehát ez így is hat, de az még jobb, ha becsatlakozol te is. Azt a fejet. Jézusom. Online a világ. Itt éppen az izraeli TV-nek ad némi interjút Alex. Tada! És megjöttek a zászlóhordó menyecskék, meg legények. Előbb még itt álltak. Nagyon érdekes, hogy itt van Azerbajdzsán öltözője. Mellettünk Örményországé. És mind a kettő mellett ott van a We Are One felirat, ugye, hogy
mindannyian egyek vagyunk, és mégsem haveroznak, mégsem beszélgetnek egymással, valami oknál fogva még nem képviseli teljesen ezt az egységtudatot. Norvégia. És megjött az ászóhozó vívő hölgyünk, Alexandra. Hello, hello. Alexandra seems to be shy. Hey, hey. És megmutatom nektek, ezt már rég akartam, ezt a gyönyörű svédasztalt. Folyamatosan hozzák a zöldségeket és gyümölcsöket. Nagyon menő a répa. Banán, alma, narancs, kiwi, wiki. Rövidesen kezdődik a show, úgyhogy bis gleich nach der Werbung. Szólnak a hírek, tele van tele a sajtó. Szentpéter szigetekre vár, be van vezetve az út előre. A Bögyország turiszt legjobb szolgáltatás nyújtja. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, én melyik ajtó mennyekbe. És a Rio? Egyszer elrepülök Rióba, szállok egy kabrióba. Na, itt egy igazi nemzetközi felvonulást láthatunk. Örmény brigád, Málta. Véleményes, hogy itt van Bonnie Tyler művésznő. Dánciszlány. Belorusszék énekelnek, hogy csak-csá. Ukrán versenyző, Rokofa is, görögék. Na, jó pofa ez az ászlós vonulása, hogy itt a 26 delegáció halad. Mellettem a görög baráték, nagyon jó társaság, Elias, haver. Say something to my Hungarian friends, por favor. Thank you very much. Norvég szomszédaink. Ó, német művésznő Kaszkáda. Grüße. Na, aztán vége is a sztorinak. Lackó előre ment a srácokkal, én visszamegyek. Na most már mindenkin érezhető, hogy élesebb a sztori, de elég könnyed a hangulat. Igazából tényleg mindenki úgy van így, hogy az első dolog, hogy bejussanak, és utána már csak örömzenélés megy. Igaz, hogy itt az angolok és a svédek vannak, akik kiemeltként nem elődöntöztek. Minkes lány. Video. Okay, sorry. Great, thanks. Thanks. Tak, tak. Robin úr énekel. Két utcazenész láthatunk itt. Mindjárt dobunk egy koronát nekik. Nagyon ügyesek. Na most egy shuttle busszal megyünk.
vissza, haza, meg volt a előadás, volt pár technikai para, besípolás, spotlámpa, Dani sötétben mutatta. De most annak örülünk, hogy itt ülhetünk elől. Itt szokott ülni Alex, de ő most egy autóban ül. Mondja, hogy Bonnie Tyler. És az előttünk lévő buszon pedig Bonnie Tyler utazik. Az a Bonnie Tyler, akit Alex felsegített a földről, miután szegény elesett. Hatalmasat esett. Fantasztikus helyzet van. Itt vagyunk a szállodánk utcájában. Eljöttek a rendőrök, megérkezett Alex, és hatalmas közönség fogadja. Alex! Alex! Üvöltik! Alex! Gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Kérlek, énekelj nekünk, azt hiszem valami ilyesmit mondanak. Buli van! Igen. Buli van. Tudjuk, hogy mi a helyzet. Békésen vannak a csekák. Komolyra fordítva a szót, ez valami civil tüntetés. A néphatalom visszaszerzése a célja. Ez számomra roppant szimpatikus kezdeményezés. Ezért érdemes megnézni a hangulatát. Békésen szemlélődik mind a polisz, és hát nagyon erős zene szól. Tehát itt így tüntetnek. Vidáman. Nem feszülve. Színpaddal. Csak megtaláltuk itt a malmői csillagkaput is. Itt is gyönyörűen hasítja az eget ez a sok fény pászma. Köszönöm, ezt így hívjat Tomiékhoz, barátainkhoz, akik tegnap érkeztek Malmöbe, de azt hiszem már róla beszéltem.